Következő vendégem egy színésznő, akit egy, a luxus feleségek életét bemutató realityből ismerhetett meg az ország. Kifogástalan külsejének és lehengerlő stílusának köszönhetően rövid idő alatt sokak kedvence lett. Elmesélte, hogyan találkozott jelenlegi férjével. Beszéltünk sikerekről, kudarcokról, és volt szó gyermekvállalásról is. Hogy miben különbözik az ő élete más feleségekétől, végez-e házi munkát a szexi anyuka, és vajon bevállalja-e, hogy Budapest egyik legforgalmasabb helyén utcát söpörjön velem, az a következő videóból kiderül. Egy kanapén, Kőlő Babettel. Hát Madácsi Csergő, szép jó napot kívánok valamennyi őtöknek, én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsó Time, és hát mindig így szoktam kezdeni, nem kisebb személy fogadta el a meghívásomat, de azt gondolom, hogy most is, tehát tényleg itt belevágunk abszolút a luxiba, meg a fancybe, meg a mindenbe, mert itt van velem Kőlő Babett. Sziasztok! Képzeljétek el, hogy ráírtam, aztán természetesen a recepciós vette fel, aki átirányította az asszisztenséhez, majd az asszisztens a másodasszisztens az, aki mondta, hogy most jelenleg a keleti szárnyban van, a D-pavilonban, úgyhogy nem tudja kapcsolni, mert az 4,5 kilométerre van, és oda helikopterrel közlekednek, úgyhogy, de végül elértem Babettot. Az F-ben voltam. F-ben voltál? F-ben voltam, igen. Rukki. Igen, igen. Hát akkor össze-vissza hazudik. Milyen alkalmazottaid vannak neked? Ez melyik volt? Nem tudom, mert azt mondta, ő csak kóddal mutatkozott be, azt mondta, hogy a 14-es. Igen. Tudom. A 14-es. Mert mindig a baj van, ugye? Mindig, nem. Holnaptól nem dolgozik. Tehát akkor arra az ajtó? Igen, arra van az ajtó. Akkor neki. Arra van az ajtó. Mindenkit így rúgok ki. Hiszen hogy máshogy? Hogy máshogy? Léteztél, jöttél, berobbantál, egy ország megutált, aztán egy ország megszeretett, aztán... Mi van ez? Hogy van ez? Mit csinálsz? Miért csinálod? Miért szeretnek? Miért utálnak? A miért utálnak, azt én nem tudtam feldolgozni, és nem is értettem meg. Tehát nekem az ilyen nagyon nehéz dolog volt, mert tipikusan az az ember vagyok, aki, hogyha bárkivel dolgozom, bárkivel kapcsolatba kerülök, az szeretni szokott. És nekem ezt azt a gyűlölet hullámot, ami jött a sorozatunk első évadát követően, vagy az első részeket követően, az nekem ilyen borzalom. Azt nagyon nehezen dolgoztam fel. Aha. Azt nem értettem. Tehát gyomorgörcsel aludtam. Hát meg tudom érteni, igen. Aki esetleg nem tudná, Babett szerepelt a... Ja, ki lehet mondani? Ja, hát hogy ne? Hát ja, hát én az én buszokban beszélek, ne vicc, hogy nehogy. Ez egy magánvállalkozás. Hát akkor persze az. Na, még az a vállalkozás. Na, szóval, hogy na, igen. Na, szóval ez igen, a feleségek luxus kivitel. Na igen, mert én mindig a dancsos, az aranyások luxus kivitelben az jut eszembe. Dancsó cuki, nem? A dancsó cuki? Látom, hogy volt közös projektetek. Ő egyébként jó fej forgatása, mert én nekem nem tudom, hogy nekem ő olyan, aki így kamera előtt így ökörködik, de nekem ő egy kockának tűnik. Lehet, hogy az. Lehet, hogy az. Mondjuk ennyire mélyen nem ismerem, már azt hallottam, hónapokon keresztül tudtam úgy, hogy mi együtt vagyunk. Igen? De nem stíroltam mellett, mikor forgattatok, meg nem flörtölgetett veled? Nem. Nem? Meg jó pasi egyébként, nem? Szerintem. Akkor a női oldalról mondom, hogy szerintem helyes az a csávó. Én nem tudom megítélni, tudod, hát ja, de én mondom, vagyok. Értem, akkor én mondom, hogy szerintem helyes. Nem tudom. Na de hogy ugye véget ért a luxus feleségek sorozat, és akkor Kőlő Babett tulajdonképpen. Kőlő Babett, Vasári Vivien, Rubint Réka, mindenki közutálat tárgyává vált. Ugye az emberek gyűlölik azt, hogyha valakinek van, pláne hogyha ez bekerül a tévébe, vagy ha ezzel kérkedik, és hát gondolom ez alapján. Aztán utána jött a Celeb vagyok, menj ki innen, ahol egy teljesen másik oldaladról ismertünk meg. Ahol Babett voltál a dzsungelben, nem Babett voltál a Teslában vagy a Merciben. Az megviselt egyébként az is. Tehát engem mindig megviselt, De miért nem mész péknek? Nem az a rész, hogy én... Az, hogy hol alszol, tök mindegy, rájössz. Az, hogy mit eszel, teljesen mindegy. Engem a kislányom hiánya viselt meg egyedül. Tehát ott rádöbbensz, hogy... Hány napot voltál ott? Hát a 21 napból 19-et töltöttem a táborban. Na, én 90-et töltöttem a villában. Mondjuk nekem nincs kislányom, de azért így mindent itt hagyni, és én nem tudom, hogy mennyire érintkezhetetek a külvilággal, hát de... Hát ez volt a nehéz, tehát hogyha valaki két naponta odajött volna, és annyit mondott volna, csak így belesugta volna a fülembe, hogy figyelj, jól van a kislányod, akkor nekem, akkor ezt én végigcsinálom, akkor lehetett volna dupla annyi is. Tehát én úgy hagytam itthon őket, hogy a férjem előtte nem tudta, hogy hol vannak a gyereknek a ruhái a házban gyakorlatilag, mert mi úgy leosztjuk a dolgokat, hogy én foglalkozom a Mélának az ügyeivel, ő meg egy csomó minden mással. Na de várjál, nem a gyerek öltöztetőtök foglalkozik ezzel a dologgal? Én vagyok a gyerek öltöztető. Ja, hogy erre nincs külön ember? Nem is vagy te igazi luxus feleség, az kitérlek. Igen, lehet, hogy a
kiderül. Kéne beszélgetni. Végén itt kiderül, baszki, tényleg, hogy te kapcsolod le otthon a villanyt, és erre nincs külön embered. Képzeld el. Nagyon durva. Nagyon gáz. Én is most már kezdem egyre kellemetlenül. Na, és te egyébként színésznőként üzemelsz, ugye Gornagy Máriában végeztél, első szerep. Színésznőként üzemelek 15 éves korom óta. 15 éves korod óta, Pandora szerep óta, ugye? Te tényleg felkészültél? Hát hogy? Igen. Pécsen végeztem a művészetibe tánctagozaton, és ott volt színészmesterség óránk is, és egy pécsi színésznő tartotta, a Füsti Molnár Éva, és első órán fel kellett tenni, hogy kimond verset. Én elmondtam egy verset, ilyen lazán az abortuszról, és annyira tetszett neki, hogy a következő évben már be is kerültem az első darabjába, ez a musical volt. Aztán utána én Pécsen a színházba játszottam még. És balettoztál, tozol? Azt is csináltam. Ne, hát abba hagytam utána nyilvánvalóan. Tehát lediplomáztam. Spárga még utána... megy meg ezek? Persze. Hát nem követte egy nyomon az őszi showműsoromat. Itt teszem a lábamat. Apukám, ide. Én is. Nem is. Azt a rohadt élet. Több évig transzvesztitaképpen dolgoztam, úgyhogy tényleg amúgy... Azért mondom, hogy ez jó, ez megy, persze. Nem, egyébként nem követtem végig, mert TV2-es azt nem nézzük, tudod? Nem azért nem követtem végig, hanem mert dolgoztam, hát... Na, hát de, dolgozol de úgy, te is. Igen, miért te is? Oh, igen. Ne rombold az imidzsedet, hát az el fogják hinni az ember. A végén tényleg ilyen emberi formát lesz itt, igen, a kanapémon, és nem lesz ki utálni. Ezt meg nem engedheted meg magadnak. De úgyis a pénz miatt utálnak, nem azért, mert nem dolgozom, vagy dolgozom, nem? Hát azért, mert hogy nem dolgozol, és úgy van pénzed, mert hogy mindent a férjed ad neked. Ja. Ezért utálnak. Most esetleg két év után. Most, hogy mondom. Nem, hát az van, hogy én dolgozom, tehát hogy mindenkit elkeserítek ezzel valószínűleg. Tehát tegnap volt egy szabad napom. Szombaton volt egy bemutatóm. Igen, szombaton volt egy bemutatóm, egy operett, nagy operett, a Luxemburg grófja. Én ott szubrett vagyok, mint Oswald Marik, az a táncos bohócot dobálnak, és közben énekelek. Cigány kerekezel? Hát mindegy, csinálok, és közben énekelek, és meg van egy néha szövegem is van, tehát hogy erről szól az operett, és akkor volt egy szabad nap, és mától kezdtem az új próbát, úgyhogy új próbaidőszakomat, tehát nekem ez... Volt egy nap, egy vasárnapom szabad volt, úgyhogy nem játszottam és nem próbáltam. Kétkezű munkát végeztél valaha? Vagy van olyan szakmád például? Nincs. Nem, hát 15 éves koromban fertőzöttem meg véglegesen a színházzal, és akkor olyanokat csináltam. Örülök, hogy nem úgy fejezted, hogy a klamídiával. nem a színházzal. És akkor olyanokat csináltam, hogy nyáron mondjuk... dolgoztam szoláriumba, vagy nyári középiskolás koromban, de egyébként 15-6 éves koromtól pénzt keresek abból, hogy esténként a színpadon állok. Ugye 2005-ben egy ominózus autóversenyen ismerkedtetek meg, ugye? 2005-ben volt? Igen. Hát 2000. Mi jobban tudod? 2005-ben? Amikor megkérdezed, mikor a házasság évfordulom, az is az a... Már hányban is volt a... Figyelj, mi se tudjuk pontosan, az a dolog, hogy se én se a Patrik nem tudjuk, hogy 9-e vagy 10-e júli, 9 vagy júli 10 az De legalább forduló. Tudod, hogy július. Hát legalább, igen. De hogy nekem az, néha az, úgy, az, úgy, az évek úgy nem, tehát hogy azokat én igen, nem tehát, hogy de igazán. Hogy addig, tehát akkor megismerkedtél a férjeddel. Addig mi volt az hogy, a kérdés? Hogy az előtt míg a férjed nem tartott el és finanszírozta, nem? Szűz voltál? Mesélj még. Tehát vártad az igazit. Na, abszolút. Akkor te hithű katolikus vagy. 27 évesen vártam még az igazit, és soha nem. És nem, értem. Nem, soha nem volt előtte, senki nem volt előtte. Helyes, hát de ezt így is kell, hát házasság előtt nincs szex, kérem szépen, ez abszolút, én ezzel egyet tudok érteni, sőt. Volt néhány férfi az életemben, és egyébként színházban dolgoztam. De gazdagok nagyon voltam? Volt ilyen is, olyan is. Aha. Volt egyébként sokkal gazdagabb, mint a férjem, és volt sokkal szegényebb, mint én. Tehát, hogy így vegyesen volt mindenhonnan, tehát nem az alapján tehát néztem nem feltétlenül a bukszának a vastagsága volt az, hát ami... Nem, de azt egyébként hol látod először, érted? Megismerkedsz valaki, ha mondjuk egy szórakozó helyen azt... Mi... Hát meg tudod nézni, hogy milyen színű fekete vizával, aranyvizával füzet tudom, ez akkoriban nyomot, nem... junior, én nem ilyenek. Tudom, várj, most a 90-es évekről beszélgetünk, az akkoriban még annyira, vagy 2000-es évek elején, én nem tudom, vagy hát én voltam ehhez nagy. Megkérdezni, mennyi készpénz van nála, érted? Mert aki elmegy 4000 forinttal bulizni, hát annak tudod. Na, arra van az ajtó. Annak arra nem. Van. Nem, én tehetségekbe tudtam mindig is beleszeretni, egyéniségekbe, de nálam az, hogy mennyire csili-vili néz ki például külsőleg, az nem volt nagyon fontos. Persze legyen egy pasi igényes, de hogy meg ápolt, de nem az a lényeg. Tehát nekem legyen nagyon úriember, az mindig is fontos volt, legyen okos. Nyissa ki az ajtót? Én szeretem, ha igen.
Hát mondjuk erről mostanában leszoktak a pasik. A reklámidőszakban működött ez. Így van, igen. Mondjuk 15 évnyi kapcsolat után már nyilván nem nyitja ki az ajtót, de hát most már ez a beszálltál, most már nyilván igen, így tartod. Igen, az a megvár, tudod, igen, nem indul el. Igen. Úgyhogy előtte is voltak kapcsolataim, és hát aha, éltem. Egyébként, amikor összekerültünk a férjemmel, akkor éppen úgy laktunk, hogy 16. kerületben laktam hárman barátnőimmel egy házban. Mik mehettek ott? Zseniális volt. Figyelj, az életem egyik legjobb időszaka volt. Három csaj, nagy nappaliból nyílt három felé a három hálószoba, és akkor a kedvenceim, amikor buli előtt, tudod, mindenki elővette a ruhatárat, tudod, bedobta középre, és neki válogatott, és egymás ruháiba. Igen, másnap reggel, mint a hetedik mennyországban, meg valaki mindig csak előjött egy szobából, lejött a lépcsőn, tehát soha nem tudjuk, hogy ki az. Volt mindig ilyen. Csak így, és így jönnek le az emberek a lépcsőn. Volt olyan is, hogy meglepődtem, hogy a barátnőm szobájából kijött ki. A barátnő szobájából az jött ki, akinek a te szobádból kellett volna kijönni. Nem, azóta össze is házasodtak egyébként. Na hát jó, zseniális. Azért ez így egy sikertörténet. Igen, tehát igen, igen. De amikor kijött a szobából, akkor még meglepődtem, hogy mit keresel itt. Volt ilyen is nyilván. Van plastika? Cici, azt gondolom, igen, az van. És ennyi. Ennyi? That's all? Nincs más? Uh-huh. Nem hialuron, kis botox, hát jó, kis izé? Kis botox, hát évente egyszer szoktam beadatni ide egy ampulla botoxot. Föl tudod így húzni? Persze. Nehezen, de mozog. De mozog. Mozog. Hogy az nyilván szokott lenni, de amiket olvasok magamról, hogy gyakorlatilag teljes műanyag vagy. Plastikázva, hát ilyen nincs. Nem. Azt hittem, kivasaltattad magadat. Egy ilyen bioszálas. Nagyon durván, bocsánat, csak nagyon durván sima az arca, nem tudom, hogy lehet ez. Csináltattam egy ilyen bioszálas, ezek ilyen arc, hát ez kezelésnek mondjuk akkor. Rohadt jó, ezt most próbáltam ki életemben először, és ez azért természetes, mert ezek a bioszálak, amiket bevezetnek egy tűn keresztül az arcocskádba, ezzel csinálják a belső varratokat, tehát ez felszívódik fél éven belül, csak a hámsérülés miatt elindul a kollagén termelés, és két évre ilyen lesz tőle a fejed. Menj már! Totál természetes. Drága? Nem. Mennyibe kerül? Azt mondom neked, hogy mondjuk egy ilyen arc-nyak totális rendbetétele, az mondjuk olyan 150 ezer forint. Hány éves a gyereked? 9 és fél. Aha. Nagyon cuki, vagy nagyon boldog lesz már, kismány. Lesz te sója? Egyelőre nem. Gondolkod. Ez hogy kell érteni? Nem akarok geci lenni, de hát azért, mit tudom én, egy 10 éven belül lehet, hogy kifutsz. Nem, max 1-2 éven van. Tehát, szerintem ezt így. Ja, azt úgy érzed? És akkor ott a vége. Jön akkor, érzed már egy a korai klimax jeleit? Ne, de hogy nem a klimaxra, majd a gyereket fel is kell nevelni. Tehát, hogy az ja, egy hogy dolog, neked, hogy megszülöd, de ja, hogy a gyereket hát igen, fel is kell. Igen, már érettségére fölrugod a vödröt, az úgy már nem annyira oké, okay, igen. Jó, nem, tehát, hogy én szeretném nyilván felnevelni. Azért köztünk a párommal van 20 év korkülönbség. És kinek a javára? Elvettem egy óvodás, vagy én hozzámentem egy óvodás. Igen, és hogyha mindez 10 éve volt, akkor ő volt éppen akkor 10 éves. Igen, ezt akartam, milyen cikk lesz ebből. Azért úgy elgondolkodtunk azon, hogy jó, oké, egy nő mindig magának szül, de ez tényleg így van, tehát hogy mindig, bármi történik, magadnak szülsz. De hogy akkor megkérdezte, hogy legyen még egy gyerek, jó? Miért ne? Egyébként beleférne, és akkor otthon leszek-e? Hát mondom, hát esténként játszom, nyilván most meddig vagy otthon, egy évig utána a színház, meg minden, majd megy tovább az élet. És mondta, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ő két gyerekkel ülne otthon, amikor én játszom? Hát mondom, hát igen. Tehát akkor igen. Nincs a babysitteretek? De van, de hogy őt azért esténként nem szoktuk, tehát hogy van. Persze, hogy van, de mi szeretünk a gyerekkel lenni, tehát nem babysitternek szültem a gyereket, nyilván, hanem magamnak. Úgyhogy ha tehetem, akkor van olyan, hogy ő van vele, de hát nyilván azért próbáljuk megoldani, hogy minél többet legyünk mi a Millával. És hogy akkor ő két gyerekkel ül otthon, hát az már ugyannyira nem tetszett neki ez az opció. Na mindegy, és az, hogy ja, ott tartottam, hogy 20 évvel idősebb, hogy ez hogy alakult, hogy én azért nekem a kapcsolataim jó részében volt idősebb férfi is, és próbálkoztam nyilván én korommal, vagy fiatalabbakkal. És hogy amikor megismerkedtem Andrással, akkor egy olyan úriembert ismertem meg, akit én előtte jelen nem igazán találkoztam. Uh-huh. És gyakorlatilag az varázsolt el, itt mindig jön az, hogy a pénz, meg a nem találkoztam olyan emberrel előtte, aki királynőként kezelt. Aha, tehát úgy érzed, hogy a te korosztályodban nem lett volna gentleman valószínűleg, ne, vagy én nem sokkal nehezebb, találni. Én nem találkoztam hát vele. Egyébként igen, jó, hát nyilván többet tapasztalt pontosan, ugye gondolj, 20 év előnye van. Ja. 20 év előnye van arra, hogy tudja, hogy mitől döglik a légy, hogy mitől vesz le a lábadról. Úgyhogy ez most már nem ütközik ki a korkülönbség? Hát
Nem. Ez egyébként tipikus modell, tudod, amikor a gazdag üzletember és a szexi revű táncos nő összejön. Tehát ez a tipikus az a modell, amikor tényleg van 20 év, de aztán kijönnek, amikor elmegy. Tehát most nem akartam a micsoda nő példát élni. Ja, nem, mert mindegy, igen. Az már. Igen. De nem akartam azzal a hasonlattal élni, de hogy nem tudom, hogy nem ütköztek ki, nem tudom, hogy társadalmi különbségek vannak-e köztetek, ki melyikötök hogy szocializálódott, de mindenképpen mondjuk így a kor alapján, hogy te mondjuk még bulisztál volna, ő meg mondjuk inkább, most a színház nem jó példa, mert színésznő vagy, de hogy nem tudom, ő meg mondjuk inkább ment volna bingózni, vagy nem tudom, tehát hogy... Nem bingózunk, de hogy nem. De értem, én csak hogy érted, hogy mire akarok kiukadni. Nem, de ugye a lényeg, hogy én addigra szerintem pont besokaltam, tehát hogy túl voltam nem kevés sikertelen kapcsolaton, nem egyszer és nem kétszer lettem nagyon csúnyán megszivatva, és pont ott voltam, ott véget ért egy autóversenyzővel egy kapcsolatom, és így gyakorlatilag iszonyatosan magam alatt voltam, mert azt hittem, hogy ő lesz majd az, aki esetleg, és nem úgy alakultak nyilván a dolgok. És akkor jött ő az életembe, tehát hogy szerintem nincsenek véletlenek. Van neked példaképed? Itt Magyarországon belül, vagy úgy általában a világban? A tejútrendszerben. A tejútrendszerben, nem tudom, én ilyen Jennifer Lopez mániás vagyok, tehát nekem az a nő az etalon. Na, hasonlítotok is egyébként, hát akartam sajna, is nem, ma... sajna, nem, sajna, nem. Figyelj, de nem lenne rossz, de hogy az a nő 50 éves. Van énikéjét, és hogy néz ki? Zseniálisan néz ki, rohadt tehetséges nő, nem... És hozzáteszem, nem csontsovány, tehát nem, ő azért úgy, nem. Hát ő a bronxibula, a tipik bronxibula, igen. Úgy, és hogy nekem ő az etalon. Tehát ha nőt lehetne mondani, akkor nekem minden szempontból ő az etalon. Megbántad a luxus feleségeket? Hát nem, különben most nem ülnék itt. Igen. Jó, tehát, hogy én is gyakorlatilag azért ne felejtsük el, hogy mindent annak köszönhetek, és sosem fogom elfelejteni. De ez annyira tök jó, hogy nem tudom, hogy az első egyébként, aki ezt mondja, mert például a Balázs Andival beszélgettem. Kasszás Erzsés, CBA-s. Kasszás Erzsés, és azt mondta, hogy nem. És ugye itt van az én példám, hogy én meg ugye, hát azért mind a kettőtől független a való világ az egy teljesen másik kategória, és azért nagyon durván azonosítanak más szempontból vele. Na, de mindegy, és igazából én sem, mondjuk újra nem csinálnám, de megbánni nem bántam. Tök érdekes, hogy amikor elindult nekem ez az egész, a feleségek mizéria, a Balázs Andi volt az első, aki felhívott telefonon, és azt mondta, hogy ne törődj velük, nyuszika, jó lesz minden, csak irigyek. Hát igen, sajnos. Sajnos az van, mert hogy... Mert te most ott vagy, és azt csinálod, mert te merted vállalni ezt az egészet. Pont az Andi volt az első, aki ilyen telefonhívást megérezt. Tehát nagyon cuki, imádom. Nem akarok hülyeséget mondani, de talán a Control? Jól emlékszem? Kontrollba szerepeltél, akkor... Én szerepeltem rengeteg reklámfilm, de nincs olyan cég, akinek a reklámfilmében ne szerepeltem volna. Te voltál ugye a híres nem piszegő lány a Kaiser reklámban. Minden sörreklám, nem csak egy sörreklám, szerintem nem, nincs olyan cég, akinek ne a... Mindegy, nem akarok reklámozni senkit, de hogy gyakorlatilag a médiamáktól az összes sörreklámig így minden volt. Hát ez volt a pénzkereset. Hát ez a pénzkereset volt. Meg igazából akik a reklámfilmeket gyártották, ők gyártották a filmeket. Tehát, hogy így ismerkedtem meg nyilván filmrendezőkkel, hát így mentem be kisebb szerepekbe, aztán úgy is maradtam. Tehát a Control az ugye ilyen baráti alapon volt, tehát hogy ez egy alacsony költségvetésű film volt még ugye a Nimrodnak a filmet. Ez mondjuk jó, meg is látszott rajta, igen. De milyen jó film lett? Milyen kis kult film lett belőle? Én ezzel mindig Mindig őre megyek emberekhez, bocsánat, és lehet, hogy most leiratkoznak 100 000 millióan. Nagyon jó volt a téma, amit megtalált lehet, szerintem. Lehet, de engem a Control kifejezetten idegesített. Irritált? Igen, irritált. De nem miattam, nem. Az a kis nyúlfarknyi. Nem, de hogy... Na, hogy ott volt az, hogy ugye ott a rendező meg az operatőr hívták össze nagyjából a barátokat, és így született meg, és akkor ott kérdezték tőlem, előtte dolgoztunk együtt, hogy elmegyek-e örömlánynak, szép szóval. Ha, hogyne. És akkor mondtam, hogy egyébként pont itt forgattunk a Népligetnél. Igen, és akkor a kedvenc sztorim az volt, amikor beöltöztettek ilyen hosszú comcsizmás, hát ilyen, amilyen régen a Rákóczi téren lehetett, nem tudom, akkor még nem éltem Budapesten, de valami... egyáltalán, de hogy... Na, igen, tehát egy valami olyas, ilyen közönségesebb fajta örömlánynak, és akkor így este volt, késő este,
már nem mentek a metrók, és akkor én gondoltam, hogy lemegyek és megnézem a helyszínt. Majd mellém vetődött egy srác, hogy hova mész. És én mondtam, hogy dolgozni. De nem az, nem merült föl, hogy én hogy nézek ki abban a pillanatban, tehát színészét, hogy hova mész dolgozni. És akkor próbáltam, amikor láttam, hogy kezdi félreíteni, akkor próbáltam, hogy ez ne, filmforgatás. Ebből azt hitt, hogy valami pornófilmet forgatunk, és mindenképp meg akart lenni, nem sokat ajánlott, illetve akkoriban az nem tudom, hogy soknak számított, de pár ezer forintért gondoltam. Hát hülye vagy, ennyire biztos, hogy nem, hát többet kapom a filmben. Teljesen ki voltam. Úgy nézek ki, de egy 5000-esnek, hülye vagy. Nem akart, 5-öt nem akart adni. De... Smucig, rohadék, tényleg. Úgy rám indult a csávó, hogy a rendőrökkel kellett kitetetnem a forgatás helyszínéről utána. De durva. És akkor úgy maradtam abban a szerepben. Van olyan szerep, amit nem vállalnál el? Öncélú vetkőzést nem vállalnék el, hogyha egy film mondjuk indokolná azt, hogy van benne egy olyan jelenet, és mert volt egyébként, hogy felhívtak telefonon, hogy lenne valami film jelenet. Hát mondom, küldjétek át a könyvet. És akkor keresem, olvasom, és tulajdonképpen csak egy ilyen kádas, mesztelenkedős jelenetből levő valami szex kezdemény valami volt. És javaslom, és mondom, hogy ez oké, csak hogy hiányzik belőle a jelenet. Tehát, hogy így... Meg a szöveg. Meg, hát, úgy ámlok. És akkor elnézést kértek, hogy bocsánat, hát akkor ezért mondtam, hogy szerintem nem jó számot hívtatok. Tehát, nem egymást keressük. Tehát, hogyha mondjuk van egy szerep, ami indokolja, és hozzáteszem, hogy van előtte és utána a szerep, akkor nyilván az ember, de öncélúan vetkőzgetni azt nem, meg így magazinoknak levetkőzéses dísz dolgokat. Nem? Playboy felkérne, vagy valami, nem? Hát, beszélgettünk erről már, ilyesmiről, de... De miért nem? Egyébként nekem be kell vinnem a kislányomat az iskolába. És? Hát, és? Tehát, hogy... Jó, most nem azt, érted, nem azt mondtam nyilván, hogy tárogassál, vagy mit tudom én, fejjel lefelé nyald magad hónom, vagy nem tudom, tehát, hogy... De hogy azt kérj, esztétikus nő vagy, nagyon sokan szeretnének így kinézni, mint ahogy te vagy, szerintem simán mehetne. Tehát egy esztétikus... Tehát én úgy vagyok vele, egyébként egy művész, egy esztétikus, erotikus fotózással, senkinek nincsen baja. Eznek, hogy be kell vinnem a gyerekemet az iskolába, figyú, tehát én ezen szerintem ezen már túl kéne lennünk 2019-ben. De látod, egy csomó mindenen nem vagyunk túl, amin már túl kéne lenni. Értem, persze, azt mondom, hogy ilyen double penetration-es forgatása tényleg nem ennyire, mert azt szerintem ne? Így áll. Ne. Tudom, hogy akartál, de légy színálba, mert ne. De hogy ki azért egy erotikus fotózás, ne, nem is erotikus, egy ilyen... Hogy mondják ezt? Tehát, hogy egy ilyen aktfotózás, egy művészi aktot vállalj be. Citit szerintem a cicit a mai világban ki lehet tenni. Hozzáteszem, kimész egy strandra, olyan melleket látsz, tényleg tudom, mint a tacskófüle, ha akarod, ha nem. Esküszöm, hogy meggyőz. De tényleg, mert ezzel nincsen baj. Már leraktam, tehát, hogyha... vagy ezt befejeztük, fej van húsvistát. Playboy főszerkesztője. De fej van Pistát. Pista, lehet, hogy benne vagyok. Tényleg, menjen. Aki, azt gondolom, akinek olyan teste van, az menjen. Búzs Pista engem is hívjon fel. Ennyi, én is megyek fel, mert nekem is van, hát most kiteszem. Nálunk ez mondjuk vitatárgyát képezni, abszolút még, hogyha én azt gondolnám, hogy jó. Aha, szerintem igen. Uh-huh. Tehát, hogyha én azt gondolnám, hogy akarom, és azt mondaná az András, hogy ezt viszont már ő biztosan nem. Ki hordja a nadrágot? Mindig elhiteti, hogy én, és az ilyen olyan kérdésekben nyilván hagy dönteni, aminek igazából sok értelme nincs. A csatákat tevi oda, a háborút mindig ő. Szóval, hogy igen, aha, de ez így van jól, egyszerre mondtam, de nekem muszáj felnézzek a férjemre. Hát egyébként amúgy is én nagyon nő vagyok, és én általában az volt a legtöbb kapcsolatomnál a probléma, hogy én kiheréltem a mellettem levő pasit nagyjából két pillanat alatt. Őt nem tudtam. Uh-huh. Hát igen, az tehát, a 20 év. Pont annyival, pont itt is azért meglátszik, ugye? Ez a 20 év. És sokan azt mondják, hogy jaj, az apád lehetne, meg apa komplexus, meg akármi. Nincs apa komplexus, apám jól van, köszönöm szépen, én szeretem, és totál máshogy néz ki, mint András. És igen, én is azt gondolom, mert ugye Timike Vajna esetében merült ez föl, jó egyébként, tehát azért ott nyilván voltak érdekességek, ettől függetlenül mai napig azt gondolom, nem tudom elképzelni, hogy ez a kislány ne szerette volna ezt az ember bármilyen úton, módon. Ne varázsolta volna. Egyébként a Vajnáról sokan mondták azt, hogy egy varázslatos személyiség volt. Tehát ha valaki tehetséges... Jó, te bele tudtál volna szeretni a Vajnába? Nem is, nem találkoztam vele soha.
Tehát így nehéz megmondani. Jó, biztos, de mondom, nem találkoztam vele. Jó, mondom, én az ítélkezés távol álljon tőlem, én meg mondom, azt gondolom, hogy tényleg lehet, de hogy nyilván az az első, amikor egy idősebb palival vagy, hogy a pénze miatt, az egzisztenciája miatt. Mindig a legegyszerűbb erre ráfogni. Tudtad egyébként az András, vagy az András, akkor az András még ő nem volt vállalkozó, ugye, amikor összejöttetek a üzletekben, mert akkor is az volt? Persze. Aha. Nem tudtam, hogy kicsoda. És mikor házasodtatok össze? Na minden, jönnek a kereszt kérdései. Vár, 11. 2008. szeptemberében. Nagyesküvő volt? Igen, kis esküvőt szerettünk volna. És ebből és lett így sikerült. Esküvő. Igen, az ember elkezdi szervezgetni, az első ötlet az volt, hogy menjünk el valahova nagyon messzire, valami tengerpartra. Ettől az ötletől engem a hidegráz, nem? És akkor tehát házasodjunk össze. Uh-huh. És úgy voltam vele, hogy mondom, a szüleimnek én vagyok az egyetlen lánygyermeke. Hát csak akarják látni, hogy férjhez hát, megyek. Nem, meg az, vágjuk, toljuk mindenkinek az orra alá, igen, és alakzinkat. Hogy boldogok persze, vagyunk. Igen, kapja be mindenki más, aki nem, és én annak a híve vagyok, hogy jó nagy esküvő, mindenki ott legyen, mindenki lássa. Én ettől kiborulok. Lehet, hogy tényleg a gyerekkorom meg a komplexusai miatt, de nem szeretem azt, hogy ki elmegyünk ki a tengerpart, két tanú, mi ketten. A következőt már így csinálnám, vagy sehogy. Vagy sehogy. Nem, azt mondom, hogy legyen egy nagyon nagy. Tehát normális esetben azért egy esküvő van egy életben, és az legyen nagyon. Az 7-7 országra szóló. 150-160 ember volt. És akkor ilyen teljes hétvégét töltöttünk egy kastélyszállóba, egy ilyen wellness-szel egybekötött, úgyhogy gyakorlatilag mi egy teljes hétvégét töltöttünk a barátainkkal, és ez nagyon jó volt. Igen, na ez, na, tényleg barátainkkal, családunkkal. Nincs még egy olyan esemény az életedben, csak a temetésed, amikor mindenki összegyűlik. Tehát, hogy azért az esküvő az, amikor tényleg mindenki ott van, igen, tudod, és ez egy olyan szuper dolog. És nyilván nem azért, hogy az óra alá dörgöld a másiknak, de azért ez jó együtt megünnepelni. Úgyhogy az anyakönyvvezetőtől kértünk egy-két dolgot, és egyik sem teljesült. Az egyik az volt, hogy nem mondja, hogy az ifjú férj. Nyilván mondta. Jó, legalább, de nemet eltalálta, az már legalább egy fél siker. Tehát nem egy másik oldalt lapozott. Úgyhogy az mindenképpen. Jövőbeni tervek. Most a gyereket azt megbeszéltük, hogyha lesz, akkor most pár éven belül. Úgy tűnik, hogy nem. Tehát most egyelőre az nem. Úgy maradtunk, hogy nem. Uh-huh. Karrier van szempontjából? Én jól érzem magam a bőrömben. Most ez így elég? Én szerintem igen. Uh-huh. Tehát, hogyha ugyanezt csinálom, mint az elmúlt két évben, én köszönöm szépen, nekem ez totálisan. Akkor ez neked jó. Uh-huh. Igen. Családomat szeretném egy kicsit sűrűbben látni, édesanyámat, ő távol él, de egyébként ő hol lakik? Pécsen? Most mondta tényleg, ja, még a interjúra, hogy Los Angelesben. Igen, hogy a Blick eltemette, vagy a Bors, hogy meghalt anyukád. Valaki eltemette, igen. Igen, hogy meghalt anyukád, és közben nem. Valami hétvégi online-os temette. Igen, valaki eltemette anyukád, és közben de nem. De jól van. De hogy Los Angelesben él egyébként? Kézzelem, hogy elege lett, ő az egész életét 50 éves koráig Bonyhádon élt, ahol én felnőttem. És hát hova megy az ember Bonyhádról? Los Angeles. Nem, Palm Springsben. Ja. Los Angeles, Palm Springs. Érted? Ezt úgy kell. Regisztrált zöld kártyát otthon is nyert. Nem igaz. De! Ő fogta magát, és mármint, hogy egyáltalán tudod, van egy zöld kártya lottó, ez már önmagában egy olyan jelenség, hogy mi van, tudod, igen, és hogy regisztrált és nyert is. Regisztrált nyert, úgyhogy egyedül ment? Vagy nem, az akkor középiskolás öcsémmel ment ki. Tehát rá például nagyon büszke vagyok. Mert és most kint van? Tehát kint, mindenki, kint, anya is, öcsém is, igen. És mert ti nem terveztek? Szoktam menni, de tudom, ki akarna itt hagyni ezt az országot, tudom, nyilván senki, de én mindig egyébként így vagyok vele. Tehát, hogy mi szeretünk itthon élni. Én is, de nem az ország miatt, hanem az emberek miatt, akik itt meg vannak. Meg Los Angeles nekem annyira nem. Mekkora házban laktok amúgy? Volt ez a luxus feleségekben? Nem, igen, néztem, ne haragudj. Lehet, hogy nem te voltál ilyen közönség. Lehet. Én nem irigykedtem rá eleget, úgyhogy úgy látszik, nem én voltam. Hát így, ez most nem fogom azt mondani, hogy átlagos méretű, nyilván családi ház, de egy családi házban élünk. Tehát takarítasz? Nem. Hetente egyszer jön egy segítség, ő kitakarítja az egész házat, uh-huh, de napi szinten azért bőven van vele még, uh-huh, munka. De jó, nem az van, hogy minden nap ott van valaki. Jó, mit tudom, havat lapátolni, kint lesöpörni a járdát, ezeket szoktad csinálni? Havat lapátolni a férjem szokott, bár előfordult, hát a kedvencem az volt, amikor én állapotos voltam a Millával, neki épp a gerincsérve újult ki, és esett a hó, néztünk egymásra, hogy akkor ezt most melyik vállalja, és mentünk ketten, így botorkáltunk ki együtt, azóta vettünk hómarót.
Nagyon tudom, jó. Így dobálja oldalra. Én tudom, az rohadt jól néz ki. Vettünk egy olyat, mert bár van lejáró fűtésünk, de úgy működik a lejáró fűtés, hogy kinek nincs? Kinek de várjál, úgy működik a lejáró fűtés, hogy előtte letakarítod róla a havat. Hát, hogy könnyű működni, érted? Ja, hát most végén fűthet. Na, hát akkor úgy. Na, jó, csak azért kérdezem miért? Tőled, mert tudod, hogy ebben a műsorban, ebben az én kis csatornámon van egy kényelmes kis kanapés beszélgetésünk, és van mindig, amikor kimozdítom az embereket a komfortzónájukból, és neked is kitaláltam egy kis kedvességet. Nem, az túl egyszerű lenne, abban semmi kínos hogy, nincs. Hát nem, mert hogy rend van. Tehát igen, így, igen. Ezt hát így vállaltam igen, volna. Ja, igen, de nem. Mindig innen kerül elő minden. Hogy ért? Mi ez? Hát hoztam neked egy szettet. Ez mi? Figyelj, nem teniszezni megyünk. Egy ilyenre nem. Vágytam. Igen, ez figyelj, igen csak nem azon nem Dior felirat volt. Ki ez te? Jó. Ráírhatom, hogy Dior. Persze. De K-val, hogy Christian Dior. Jó. Christian Dior. Jó. Természetesen ez a rózsaszínű gumikesztyűt. A WC-t kell kitakarítani? Nem a WC-t kell kitakarítani, de ennél egy sokkal jobb buli lesz. Ugyanis ez pedig természetesen ez is egy pink színű láthatósági mellé. Ugyanis... Nem megy rá az ékszerem, de így már a kívülre rakhatom én. Hogy ne rakhatnál? Ne viccelj, persze. Így? Ez menő? Tökéletes. Na, igen, szóval kezdjük. Biztos így tervezték ezt az igen, ékszert, de egyébként hogy megy hozzá? Megy hozzá, ez azért szeretem, mert mindenhez megy. Mindenhez is, igen. Igen. Na, igen, megvan a kis mellé, nyugi jelen nekem is van, és az lesz, hogy itt most egy kicsit elviszlek a Népliget környékére, és hát rendbeszedjük a közteret, ami azt illeti. Utcaseprőnek állunk egy rövid időre. Legint... Mit csinálunk? Utcaseprőnek állunk egy rövid időre. Én köszönöm, közben nem... De stílusos utcaseprő leszel legalább. Figyelj, tényleg, tehát hogy azt gondolom, hogy ha valamivel téged ki lehet kicsit mozdítani a komfortzónádból, akkor az, hogy kimegyünk az utcára. Kell. De mi majd oda jönnek az emberek? Hát mi van akkor? Hát majd megmondod, hogy ne dobálják szét a szemetet. Figyelj, ez egy nagyon, nagyon nemes menő feladat. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan, hogy ez egy nemes dolog. Azon kívül, hogy rendbe tesszük itt a közteret, lemegyünk, szemetet cserélünk az aluljáróba, vagy kiürítjük a szemeteseket. Hogy üríted azt ki? Majd meglátod minden, már megbeszéltem az utcaseprő haverjaimmal a részleteket. Mi utcaseprő haverok? Hát van minden, ne viccel, készültem. Bele kell nyúlni a szemetesbe. Nem feltétlenül, hát azért ennek megvannak a módszerei, illetve hát láttam itt egy nagyon koszos buszmegállót is, azt is azért lehet, hogy meg kéne tisztítanunk. Hát figyelj, mit más nem végez el, azt jön és köllőbovet elvégzi. Na jó, de ne szokjál rá. Jó, igyekszem. Ezt most én megcsinálom. Jó. De nagyon jól elegítél. Igen, mert azt szoktam mondani, hogy egy úr a pokolban is úr. Nem tudom, hogy egy hölgyre mit szoktak mondani, de hogy abszolút, igen, működik igen. A dolog. Várja a portodat, azt egyelőre most így ide tesszük. Kérdez rá nyugodtan. Inkább ez, hogy meg akartalak érinteni, igen. Igen, de egyébként szexi, tehát hogyha már Playboy fotózásról beszéltünk, na, ameddig mi... ameddig mi babettal nekiindulunk, és kimenjünk a Népligetbe, és egy kicsit rendbe tesszük a környéket, addig ti ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. A bióban megtaláljátok a Babettnek a social médiás felületeit, az én social médiás felületeimet, milyen gyorsan is kitudnám. Érted? Szóval, hogy... Ja, igaz, hogy tudom, mi ez. Igen. Influencer vagy, mi vagyok? És nyomjál kis csengőt, igen, influencer az, nagyon durva. Nagyon durva. Hát figyelj, ezt tudni kell. Én még nem mondom magamat annak, én még csak kis csikó vagyok, de hát én sem mondom magamat annak, de rám mondja. Igen, ezek a jelzők. Na mindegy, a kis csengőt nyomjad, mert különben hát érted, hogy viszem így Babettot takarítani, ez nagyon fontos, nyomja ki, és tudod, mi ez a kis csengő? Én nézek most itt, hogy milyen kis csengő. Figyelj, képzelj, de mondták a követők, vagy a feliratkozók, hogy hát a kis csengő, buzdítsam az embereket kis csengőre, hogy nyomjanak kis csengőt, akkor kapnak értesítést új videóról. Figyelj, mindig szívózok ezzel, az iratkozzanak fel, hogy meg mit tudom én, meg szokták kérni, miért erőltetem ennyire. Hát mindig mondom, mert azért olcsóbb a kenyér, ne viccelj, felkövetők nélkül, hát nem ér semmit az élet, viccelsz. Úgyhogy iratkozzál fel, mi megyünk Babettal takarítani, hogyha a következő videóra kattintasz, akkor láthatod is, hogy Babett hogy szuperál utcaseprőként, úgyhogy hamarosan indulunk, tartsatok velünk. Sziasztok!